Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. November 1-től jelentős változás lép életbe az orvosi ügyeleti ellátást illetően, és a következő percekben ez lesz a témánk itt a Gongon. Először is köszöntöm rádiónk vendégét, dr. Papp Zoltánt, önkormányzati képviselőt, és hát mivel a témáról fogunk beszélgetni, hát ugye tudjuk Zoltánról, hogy mentőtiszt is már több éve a mentőknél dolgozik. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Hány éve is már, Zoltán? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát augusztus 2-án múlt el, hogy 30 éve dolgozom már a mentőknél. Hát azt gondolom, hogy ezért nem kis idő ez már, de örömmel tekintek vissza. És hát ez a változás, ugye az Országos Mentőszolgálat biztosítja majd novembertől az ügyeleti alapellátást. Hát kinél másnál érdeklődhetnénk, mint önnél, hogy milyen változás lesz ez? Ugye már van olyan az ország, olyan megyéje, ahol már ez a változás életbe lépett, hiszen fokozatosan lépett életbe ez a változás. Most Bács-Kiskun megyére is sort kerítenek. Így igaz, hát ez egy várt változás, azt kell, hogy mondjam. Nagyon régóta várjuk, hogy ez a változás bekövetkezzen, hiszen egy nagyon átgondolt, jó irányú fejlesztésről van szó. Ha megnézzük itt a múltat, illetve a jelent, akkor azt látjuk, hogy igazából két szolgáltató van párhuzamosan egymás mellett, mert van a városi kijárós ügyelet, bennülős, és itt van a mentőszolgálat is. Na most akkor melyik menjen a feladatra? Ez azért okozott némi galibát a rendszerben így az évek alatt. Most így egységesítve lesz, és egy teljesen új koncepció indul november 1-től. És van egy egységes telefonszám is? Igen, van egy egységes telefonszám, a 1830 vagy 1830. Ezt a számot lehet hívni, és a mentésirányítás fogja fölvenni. Na most itt körülbelül négy ponton fog tudni dönteni a mentésirányító. Az első a tanácsadás. Mit tegyen a beteg, ha úgy ítéli meg a mentésirányító természetesen? Mit tegyen, mit vegyen be, hogyan tudja a betegségét gyógyítani? A második az, hogy hozza be az ügyeletre a hozzátartozót, vagy fáradjon be az ügyeletre. A harmadik az, hogy kimegy az ügyelet a helyszínre, és ellátja a beteget, dönt arról, hogy beutalja vagy sem. Vagy ha még súlyosabb az eset, akkor egyből a mentő fog kimenni. Tehát ez a négy fokozati szint lesz, úgy gondolom, itt november 1-től. Azt nem emeltük ki az első részben, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt házi orvosi ügyeletet érinti ez a változás. Igen, a felnőtt és a gyermek házi orvosi ügyeletet is érinti. A gyerek ügyelet az biztosítva van, de igazából most ami lényegesebb, amiben a nagy változás lesz, ez a felnőtt ügyelet. Ugyanis, ha csak Kecskemétet nézzük, egyébként 5 fő központja van a megyében, ahol tényleg 2 fő fogja az ügyeletet adni, tehát egy bennülős és egy kijárós. A többi helyeken csak kijárós lesz, aki ellátja a bennülős feladatot is, tehát egy kisebb létszámmal fog menni, de a nagyobb városokban, az 5 legnagyobb városban, ott folyamatos lesz ez az ellátás, 2 fővel, egyenlőre 2 fővel lesz tervezve, és ez úgy fog kinézni, hogy a hagyományosan háziorvosi ügyelet, vagy háziorvosi ellátás hétköznapokon 22 óráig lesz, hétvégén, szombaton is, vasárnap is, 14 óráig, és 14-től úgynevezett sürgőség ügyelet lép életbe. Tehát ez a sürgősségi ügyelet egy teljesen új koncepció. Tehát itt fel kell nőni egy kicsit a lakosoknak, azt kell, hogy mondjam, mert nagyon-nagyon sokszor kaptam én is meg mentőtisztként, mikor kivonultam, és megkérdeztem, hogy hát már ne haragudjon, 3 napja fáj a torka, hogy ezért miért kell mentőt hívni, és azt mondja, hogy ez a dolgotok, ezért vagytok, tehát ezért ezt azért meg szoktuk kapni. Tehát egy kicsit a szemléletbe változnia kell a lakosoknak, és is meg kell érteni, hogy a sürgősségi ügyelet nem arról szól, hogy most extrém példával égyek, esemény utáni tablettát írjanak föl, mert rögtön is azonnal kell, vagy 3 napja fáj a torkom, vagy pont most hajnal 2-kor fogyott el a vérnyomás csökkentőm, és azonnal írják fel, hanem tényleg arról szól, hogy sürgősségi ellátást kapjon a beteg, a lehetőség szerint a helyszínen, vagy akár bent az ügyeleti helyiségben is. Természetesen itt nem az életveszélyre gondolok, mert azt a mentőszolgálat ugyanúgy el fogja látni, mint eddig, de lehetnek olyan sürgőségi helyzetek, ahol ha nem is életveszély van, de súlyos egészségkárosodás várható. Mondok egy példát, mondjuk fölment a vérnyomása. Szedi a gyógyszert rendesen a beteg, de saját maga nem tudja lehúzni. Erre ki fog menni az ügyeletes orvos vagy mentőtiszt, és megfelelő ellátásba részesíti a beteget. Innentől meg dönthet az orvos mentőtiszt úgy, hogy a helyszínen hagyja a beteget, ha javult, vagy beutalja a kórházba további kezelésre. Tehát erről fog ez szólni, benne is van a nevében sürgősségi ellátás. Említett
említett öt várost, ha jól figyeltem, csak nem említettük, hogy melyik az az öt város. Gondolom az egyik Kecskemét. Kecskemét, Baja, Kiskunhalas, Kalocsa, Kiskunfélegyháza. Hiszen nagy megye vagyunk mi. Nagy megye vagyunk, tehát ezen az öt városon lesz bennülős is és kijárós is. Tehát ahogy említettem, 22 órától, tehát 22 óráig a házi orvosok biztosítják a már megszokott ügyeleti rendszert, de 22 órától veszi át a mentőszolgálat, illetve hétvégén 14 órától. Reggel 8-ig. Reggel 8-ig értetően. Tapasztalatok a más megyéktől vannak egyébként? Kezdik, már... igen, hallottunk, tehát kezdik a lakosok felfogni ennek a jelentőségét, és tényleg kezdik úgy használni az ügyeletet, ahogy ez valójában kell, hogy használják. Tehát nem mindenféle apró-cseprő dologra riasztják. És itt azért szeretném elmondani, hogy azért ez az ügyelet, ez egy nagyon komoly egység lesz. Tehát nem úgy, mint régen, hogy taxival megy ki a házi orvos, hanem van külön erre egy speciális autó, ami kék lámpával rendelkezik, tehát a torokgyulladástól az életveszélyig mindent el fog tudni hárítani az ügyelet is. Tehát egy plusz erő a mentőszolgálatnak, ha kell, tegyük fel, egy tömeges baleset van, akkor tudja ezt az erőt oda is mozgatni, és tud nagyon magas szinten ellátni a helyszínen. Tehát ez gyakorlatilag egy hordágy nélküli rohamkocsi, úgy kell elképzelni, mindenféle életmentő felszereléssel és gyógyszerparkkal is el van látva. Ráadásul olyan gépkocsi vezető vezetheti, akinek van mentőápolói végzettsége. Tehát ezzel is arra törekszünk, hogy tényleg team menjen a helyszínre, ne csak magában egy házi orvos. Itt plusz ember is kell ennek az ellátására egyébként a mentők részéről, vagy? Hát nyilván kell plusz ember, meg plusz óra, és ugye elsősorban a mentőszolgálat dolgozói, de nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha házi orvosok is, és úgy látjuk, hogy egyre többen vállalják ezt a néhány ügyeletet pluszba, pluszként a kötelező felett, és akkor így aztán egységes lesz a csapat. Ugye itt a mentőtisztekről szeretnék még egy gondolatot elmondani, mert nagyon sokan nem tudják, nem értik ezt a fogalmat, hogy mi is ez a mentőtiszt. Nyilván azért nem értik, mert ez egy egyedi dolog Magyarországon, most már Szlovákiában látunk hasonlót. Tehát a mentőtiszt az a egészségügyi főiskolát, most már ugye egyetemet végez, BSC szakot, és gyakorlatilag a kompetenciája megegyezik az orvoséval. Eddig is a mentőtiszt rendelkezhetett a halál tényének megállapításáról a helyszínen, kitöltött egy halott igazolást, és ezzel az igazolással aztán rá kellett hívni az ügyeletet, aki kitöltötte a 6 példányos halotti bizonyítványt, és így került a halott elszállításra. Most január 1-től a mentőtiszti kompetenciába megy ez is át, tehát a mentőtiszt nem csak a halál megállapításában rendelkezhet, hanem kitöltheti majd a halotti bizonyítványt bizonyos esetekben. Szinte minden esetben van néhány kivétel, amikor orvos kell hozzá, de az elenyésző lesz. Tehát sokkal jobban fel fog ez gyorsulni. Tehát régen ez úgy volt, hogy kitöltöttem akár én is ezt a papírt, ott hagytuk a helyszínen az elhunytat, kijött valamikor az ügyelet, leadminisztrálta, és az elszállítás úgy történt. Most ez sokkal gyorsabban megy, tehát a hozzátartozóknak is ez jobb, hogy nem kell ott órákat várni az elhunyt mellett, hanem azért sokkal gyorsabban fog menni ennek is az ügyintézése. Ami azért ugye nem kis felelősség. Ugye ez az egységes telefonszám a 1830 vagy 1830, ha ezt hívjuk, akkor mire készülhet az, aki felhívja, mit fognak tőle kérdezni, akár egy ilyen gyakorlati példán keresztül? Egy rövid elbeszélgetésre készüljön, tehát itt azért több mindent, a korábbi betegségeit, egyáltalán ki ő, hol lakik, melyik településen, tehát a cím az nagyon-nagyon fontos, ez már ugye a mentőknél is az az elsőleges, hogy tudjuk azt, hogy hova kell menni, mert ha nem tudjuk, és megszakad a vonal, mert olyan is van, akkor még mindig van lehetőségünk, ha a beteg bármit is mondott erő, vagy a hozzátartozó, hogy visszahallgathatjuk a felvételt, és nagyon sokszor így tudunk célba érni. Tehát ez nagyon fontos tisztázni azt, hogy hova, aztán tisztázni azt, hogy miért, és itt fog a mentés irányítónak nagy szerep jutni, hogy milyen döntést hoz. Hogy mentőt küld, ügyeletet küld, behívja a beteget az ügyeletre, vagy pedig tanácsot ad neki, hogy mit tegyen otthon, az otthoni gyógyszerkészletből. És egy gyönyörű szép sárga színű ügyeletfeliratú mentős emblémás szirénázó autót fognak látni a kedves lakók, hasonló, mint a mentőorvosi kocsi, csak ezen ügyeletfelirat lesz.